A mellettünk található kétszintes, több mint 1500 négyzetméter területi újüzem építési munkálatai 2017. januárban kezdődtek meg, melynek debreceni megvalósítása mellett döntő érv volt a telephelyen elérhető egyedülálló eszközpark és az évek, évtizedek alatt felhalmozott magas szintű szaktudás. Érdekességként elmondható, hogy az üzemben közel 13 kilométernyi csővezeték, közel 36 kilométer elektromos vezeték és közel 500 különböző műszer készült, épült be. A Teva az egykori biogál alapjain ma a legnagyobb árbevételű és foglalkoztatotti létszámmal rendelkező nagyvállalat a Debrecennek, és nem csak a hazai, hanem ugye a globális piacon is meghatározója a gyógyszeriparnak, és ez Debrecen számára stratégiai szempontból is kiemelt jelentőséggel bír, hiszen egy város jövőjét tekintve mindig fontos, hogy igazán erős, kiemelkedő jelentőségű szervezetek, ügyek, folyamatok központja legyen, és Debrecen törekszik az élet számos területén arra, hogy ezt a pozíciót betöltse. És mondhatjuk azt, hogy az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően, a debreceni vállalati szektor fejlődésének köszönhetően Magyarország egyik gyógyszeripari központja, és ezen keresztül a pozíciók egyre inkább erősödnek, Európa egyik nagyon fontos gyógyszeripari központjává vált Debrecen. Ha egy településről benyomást szeretnénk, akkor két dolgot kell megnézni. Egyrészt, hogy vannak-e olyan emberek, akik úgy gondolták, hogy abba a településbe beköltöznek. Másrészt, meg kell azt is nézni, hogy a településen ott lakók építkeznek-e. Az is gyanús, hogyha csak beköltözők vannak, és az ott lakók nem építkeznek, és az is gyanús, hogyha csak az ott lakók építkeznek, és nincsenek beköltözők. Ez az ipar esetében is így van egy nagyvárosban. Vannak-e beköltözők Debrecenben? Rengetegen. Ez jó. De vannak-e olyanok, akik régóta itt vannak? Mindent tudnak, hiszen 30-50 éve, 70 éve itt dolgoznak, ismernek mindent, és itt fejlesztenek tovább, nagy léptékben. Ez is megvan Debrecenben, lásd, Teva. A gyógyszeripar sikere az egyik záloga magyar gazdaság sikeres átalakulásának, egy termelésorientált gazdaságból egy kutatás és fejlesztés által vezérelt gazdasággá. És ebben a gyógyszeripar attól a ténytől fogva is fontos szerepet játszik, hogy a gyógyszeriparban költik a vállalatok bevétel arányosan a legtöbbet az innovációra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magyar gyógyszeripar termelési értéke a tavalyi esztendőben 880 milliárd forintot tett ki, és az idei esztendő első 8 hónapjának adatai is arról tesznek tanúbizonyságot, hogy nincsen megállás, úgy ahogy Debrecenben, úgy a gyógyszeriparban sem. Ráadásul a magyar gyógyszeripar, hogy a világ élvonalában van, arra bizonyítékot szolgáltat az a tény is, hogy a tavalyi esztendőben Magyarország felkerült a 20 legnagyobb gyógyszeripari exportőr ország listájára. Ez soha korábban nem volt így. Magyarország a 19. legnagyobb gyógyszeripari exportőr a globális összehasonlításban, amelyben a Teva önmaga is rendkívül komoly szerepet játszik, hiszen a magyarországi vállalatok közül a 25. legnagyobb export teljesítménnyel a Teva rendelkezik, és azt szerintem a Teva vezetői is pontosan tudják, hogy bár a magyar gazdaság egy méretét tekintve kicsi gazdaság, de legalább annyira nyitott, mint amennyire kicsi. Ez pedig azt jelenti, hogy a magyar gazdaság teljesítményét alapvetően a külső tényezők határozzák meg, úgy, mint az export teljesítmény, illetve a működő tőke Magyarországra történő beáramlása. Köszönjük a Teva vezetőinek, hogy újra Magyarországba helyezték a bizalmukat. Büszkeséggel tölt el minket, hogy a magyar emberek szakértelmével készült termékek nap mint nap betegek millióit gyógyíthatják meg világszerte a Tevának. A beruházáshoz gratulálok, a debreceniaknek pedig további hasonló folytatást kívánok.